Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Még mindig a gyermekekkel szeretnék foglalkozni, és szeretném, ha együtt tanulnánk, és elgondolkoznánk azon, hogy mit mond Dávid király, az anyaméh gyümölcse jutalom. Tehát egy áldás. És minden áldásnak az embernek örülni kellene. Vajon minden szülő örül, mikor megszületett a gyermeke? Már itt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyermek mindent érez. Az elmúlt órákban tanultunk arról, hogy a gyermekek a szüleik példáját követik, tetteiket követik. És a gyermeknevelés legjobb módja, hogyha látják, hogy az apa gyengéd figyelmessége van az édesanyja iránt, és az anya is szeretettel, megbecsüléssel van a kedves párja iránt. Csak szeretetteljes, boldog, megelégedett élet példáját mutató szülőknek lehet boldog gyermekük. Én úgy gondolom, hogy minden szülő boldognak szeretné látni gyermekét. Nekem nagyon kedves Pál apostol szava, de valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Ahhoz, hogy boldogok legyünk a mindennapi életünkben, küzdelmeinkben, nehézségeinkben, meg kell tanulni elfogadni dolgokat, és megelégedetnek lenni. Több évtizede jönnek már hozzám a betegek. És nagyon szomorúan hallgatom, mint a minap is, egy 40 év körül asszonyka mondta, engem soha nem szeretett az anyám. Vagy másik. Amikor apukám megtudta, hogy anyukám terhes, elment, ott hagyta. Én teljesen szeretet nélkül nőttem fel, és ezért anyám sem szeretett engem. Szeretnék két képet bemutatni egymás után. Az első kép a boldog gyermeket mutatja be. Egy házaspár, normális házasság, egészséges, házas élet. Egy kielégítő, egészséges táplálás, ellátás a gyermeknek. Fent jobb oldalt egy szeretetteljes család. Fent bal oldalt a szülők ott vannak, és a gyermek ott játszik, ott van velük. A második sorban bal és jobb oldalt jó barátságok, egészséges társalgás, jó olvasmányok. Jobb oldalt egészséges elfoglaltság. Alul jobbra a labdázás az édesapával. Most nézzük meg ennek a képnek az ellentétét a boldogtalan gyermekről. Együttes harmónia, házas élet hiánya. Alul bal oldalt meghidegült anyai vágy, szeretet hiánya. Azt írja az író, mindenben veszélyeztetett gyermek. Rendellenes nevelés, félelemkeltés. Fent középen rossz társaság, rossz olvasmányok, mozgás, sport eltiltása, magára hagyatottság. A szülők nélküle mennek kirándulni, képesek otthagyni. Ott van a két gyermek a tortákkal egyedül, hát megkapták a születésnapi tortát, ennyi. Étvágytalanság. És ugye mit látunk középen? Egy szomorú gyermekarcot. Tessék mondani, hol van a szeretet? Igaz, vannak olyan felnőtt emberek, akik elmondják nekem, hogy ők nem tanulták meg, hogy ki is kell mutatni a szeretetet. Ők szeretik. De ezt nem látták a szülőktől. A gyermek a szülő példáját követi. Nagyon szép ilyen feliratokat hoztam valamikor Brazíliából haza. Az egyik ilyen kép ezt mutatja. Mi lenne a feladata mind két szülőnek, tehát apának is, anyának is? Azt mondja, mikor a te gyermeked szemével keres téged, nézd rá. Mikor érzékelni szeretni karod melegét, öleld át. Mikor keresi a te szádat, csókold meg. Mikor beszélni akar veled, hallgasd meg. Mikor védtelennek érzi magát, védd meg őt. Mikor ránehezedik a magány, légy a társa. Mikor kér, hogy ne hagyd el, maradj vele. Mikor kér, hogy jöjj vissza hozzá, menjél vissza hozzá. Mikor szomorú, vigasztald meg.
mikor elvesztette bátorságát, bátorítsd meg. Mikor a sikertelenség bántja, te pártfogol, légy pártfogója. Mikor minden reménye romba dőlt, légy bátorítója. A szeretetet ki kell mutatni. És ezek nagyon szép tanácsok. Volt, amikor megkérdeztem egy anyát, mikor ölelted magadhoz a gyermekedet? Rám nézett, egy pillanatig hallgatott, és azt mondta, hogy akkor, mikor hozzám jött. Hát kérem, egy anya, egy szerető apa önmagától nem kell megölelje, megsimogassa, megszeretgesse a gyermekét? A nagy kérdés, tudunk-e időt szakítani gyermekeinkre, hogy ezeket a fenti tanácsokat legalább ezután gyakoroljuk? A Boldog Otthon című könyvben ezt lehet olvasni. A gyermekek felfogása gyors, ezért megkülönböztetik a türelmes, szeretetteljes hangot a türelmetlen, szenvedélyes parancstól, amely felszárítja a gyermek szívéből a szeretet és a ragaszkodás harmatát. Az igazi keresztény anya nem űzi el gyermekét magától, ingerültsége vagy együttérző szeretetének hiánya miatt. Van oka, hogy elűztük gyermekünket? Nem teljes a szeretet a szívünkben ilyenkor. Máshol írva van. Soha ne küldd el, hogy nincs időd meghallgatni, vagy vele foglalkozni. Sőt, nagyon szépen tanácsolja Ellen Goldwhite, hadd susogják füledbe bajaikat. Sok szülőtől, felnőtt embertől hallottam, iszákos volt az apám, sokat veszekedtek. Anyukám szeretőt tartott mellette, nem voltam szeretve. Észesen vették, ha valami jót teszek. Felnőtt ember mondta nekem szomorúan, hogy nekem az apám soha nem mondta, hogy te, fiam, ezt jól csináltad, örülök neki. Felnőtt embereknek nem ezt a példát kell követni. És ezt tanácsolom a gyermekeknek is. 16 éves korunkig olyanok vagyunk, amilyeneknek neveltek bennünket, de azután felhasználva értelmünket, a Jóisten segítségével neveljük magunkat, és ne engedjünk a rossz befolyásoknak, hatásoknak. Szoktam mondani, hogy mi heten voltunk testvérek hétfélék, pedig egy szülőtől születtünk. De melyikünket hová sodort az élet, melyikünk milyen irányban formálta magát, vagy engedte magát sodortatni mások által? Milyen tanácsot kapnak a szülők a Boldog Otthonból? A szülők tanítsák meg gyermekeiket józan életszemléletre, és ismerjék fel, hogy hasznossá kell válniuk a világban. A kellőképpen nem foglalkoztatott elme helytelen dolgoknál időzik. A szülők tanítsák meg gyermekeiket, hogy a resség bűn. Egy picit szeretnék még visszatérni a kisebb gyermekekre. Nekem úgy fáj, amikor a gyermek hazakerül a szülőotthonból, és külön szobába kerül. És akkor felvetettem egy-két anyának, volt, aki nagyon határozottan visszaválaszolt, hogy Kati néni, önállóságra kell nevelni a gyermeket. Hát de kérem, nem így. Én azt szeretném megértetni a szülőkkel, hogy önállóságra kell nevelni, már egész kicsi kortól kezdve, egy éves korától, hogy valamivel tudja elfoglalni magát. Valami játékkal, papírral, majd később írással, rajzzal. Hogy lehet az, hogy egy-két éves gyermek édesanyja azt mondja, ő nem tud főzni, takarítni, sütni, nem tud menni, nem tud tenni semmit, mert állandóan a gyereket kell fogja, a gyerekkel kell foglalkozzon, stb. Stb. Itt kezdődne az önállóságra nevelés. Természetesen nem gondolok arra, hogy egész nap nyomkodja a mobiltelefont vagy a laptopot. Már a kicsi is. Nézzünk tovább. A munka hasznos a gyermekek számára, ha idejük nagy részét hasznosan töltik el, akkor boldogabbak. Ártatlan szórakozásaikat jobban élvezik munkájuk eredményes elvégzése után. A munka erősíti az izmokat és az értelmet. Az édesanyák drága kis segítőket nevelhetnek gyermekeikből. Megfigyelték ezt a mondatot? Kicsi gyermek, fiú és lány is tud krumplit pucolni, répát pucolni, segíteni, anya mellett lenni.
az anya szeretettel veszi körül, és türelemmel. A helyesen nevelt gyermekek az évek múlásával megszeretik a munkát, mely könnyebbé teszi barátaik terhét. Napi munkájuk apró kötelességei gondolkodásra, számításokra és munkaterv készítésére serkenti őket. Olvastuk nemrégen a párommal, hogy egy szülő a legnagyobb örökséget akkor hagy gyermekére, ha megtanította őt dolgozni. És ezt egész kicsikorba kell elkezdeni. Meg kell tanítaniuk gyermekeiket a helyes gondolkodásra, hogy ők maguk használják értelmüket, gondolkodási képességüket. Salamon király azt írja, tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Tehát az 1 éves, a 2 éves, a 3 éves, az 5 éves, vagy a 10 éves, mind-mind másképp van. Ahogy növekszik, fontos, hogy átgondoljon dolgokat, és tanuljon meg gondolkodni, és ne a szülő gondolkodjon majd mindig helyette. Lehessen majd rámondani, amit Salamon király ír. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Ugyancsak a Példabeszédek könyvében ezt írja Salamon király. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez, mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásod aranynál ennek jövedelme. S mit tanácsol még? Fiam, ne távozzanak el a te szemedtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. Ezért mire kell tanítani a mi gyermekünket? És saját magunkat is. Az értelem, a bölcsesség csak úgy jön. Azt írja tovább. Igen, ha a bölcsességét kiáltasz, és az értelemért a te szádat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr át bölcsességet, az ő szájából tudományos értelem származik. Nekünk is kell tenni érte. Nem hull az ölünkbe. Mit ír Jób pátriáka? Imé az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Mennyire fontos lenne, ezt látnák a kicsi gyermekeink is tőlünk, hogy a mindennapi értelmi, lelki, fizikai életünkhöz kérjük az Úrtól a bölcsességet, és elfogadjuk a tanácsot. Amikor beteg gyermeket hoznak hozzám, mindig megkérdezem, mivel táplálják gyermeküket, ezt a kis beteget. Sokszor nagyon szomorúan hallgatom a választ. Nem szeret semmiféle nyers gyümölcsöt, zöldséget. Nem issza meg a frissen kicsavart narancslevet, csak a boltit, vagy pedig a Coca-Colát, amivel táplálkozása is csak a betegséget növeli. De kérdem én, ki adta a gyermeknek legelőször ezt a bolti gyümölcs leveknek nevezett valamit? Vagy a kólát? Nem-e a szülő? Vajon, amikor kicsi volt a gyermek, akkor látta, hogy a szülője milyen örömmel eszi a nyers gyümölcs, a zöldséget? A reszelt sárgarépát télen? A tennapi beteg is ezt kérdezte tőlem, hogy mit értek én a nyers alatt? És én meglepődtem, hát mondom, mindent, ami nem volt főve és sülve, vagy párolva. És a táplálékaink 50%-a nyers kellene legyen. És mit kaptam választ? Hát mi van nálunk télen? Én nem veszem a téli paradicsomokat. Vannak kamionos betegeim, és sokfélék, hogy mindenféle ember megfordul nálam, és tudom, hogy mi hogy megy. De nem terítünk asztalt nyers nélkül. És felsoroltam az anyukának 10 féle nyerset télen, ami nálunk is van, sárgarépa, cikla, fokhagyma, vöröshagyma, kell káposzta, kínai kell, retek, stb. El kell készíteni, meg kell pucolni. Ebben van az életerő. A gyermek, ha ezt a példát látja tőlünk, ő is fog élni. Hogy szoktuk mondani, a szavak megindítanak, a példák követése serkentenek. A Boldog Otthonban nagyon szép ez az idézet,
és én ezt enélkül is már annyi anyának elmondtam. Nincs munka, ami olyan fontos volna, mint az anyáé. Az anya feladata, hogy a mennyi segítségével kialakítsa Isten képmását az emberi lélekben. Így nagybetűre írtam. És az a tapasztalatom, hogy az anyák saját maguk nem értékelik ezt a legszentebb hivatást. Az anya, aki helyesen ítéli meg feladatát, nagyra értékeli lehetőségeit. Lelkiismeretesen törekszik saját jellemében és nevelési módszerével bemutatni a gyermekeinek a legszebb eszményképet. Minden lépésnél őszintén megkérdezi, mit mond Isten, és szorgalmasan tanulmányozza Isten ígéjét. Emlékezünk arra, hogy a Bírák könyvében, mikor Manoá feleségének megjelent az angyal, és mondta, hogy gyermeke lesz, mit kérdeztek? Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő? És megkapták az utasítást, se bor, se más részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam néki, tartsa meg. A gyermeket az anya szokása jóra vagy rosszra befolyásolja. Az anyát Isten parancsolta ünnepélyesen önuralom gyakorlására kötelezi. Az apák és az anyák egyaránt felelősek. Minden apa és anya kérdése ez legyen, mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. A születés előtti befolyás hatását sokan lebecsülik, de a héber szülőkhöz küldött mennyei tanítás, ami kétszer megismételtetik, a leghatározottabb és legünnepélyesebb módon megmutatja, hogyan tekinti ezt az ügyet teremtünk. Ám azzal, hogy a héber szülők magukat megtartóztatva a megígért gyermeket tisztasággal és egészséggel ajándékozták meg, még nem volt minden elintézve. Ezt követni kellett a gondos nevelésnek és a helyes szokások kialakításának. Kevesen látják be, hogy életmódjuk mennyire kihat egészségükre, jellemükre, használhatóságukra, egész életükre. Az erkölcsi és értelmi erőnek kell mindig alárendelni az étvágyat. A test legyen a lélek szolgája, és nem a lélek a testé. Édesanyák, gyermekeitek sorsa nagy mértékben kezetekben nyugszik. A divat hívei sohasem látják vagy értik meg a keresztény édesanyja munkájának örök szépségét. Régi divatú eszméit és terveit kigúnyolják, csak úgy, mint eszerű ruháit, de a mennyei felség beírja a hűséges édesanyja nevét az örök élet mennyei könyvébe. Én úgy érzem, hogy ennél nagyobb elismerés nem kell senkinek sem. És nem lehet nagyobb vágya, mint az, hogy egy anya nevét beírják a mennyei könyvben. Egy hűséges anya nevét. Hiszem, hogy a világon a legszebb munka az édesanyja munkája, de ezt neki is tudnia kell és éreznie kell. Szeretnék egy másik történetet felhozni. Mózes édesanyja Jókébed rabszolganő volt, akinek szerény életsors és nehéz teher jutott osztályrészül. Azonban a názareti Mária kivételével egy nő által sem nyert nagyobb áldást a világ, mint általa. Tudta, hogy gyermekét nem sokára elszakítják szerető gondoskodásától, és olyan emberek kezébe kerül, akik nem ismerik Istent. Ezért annál komolyabban igyekezett összekapcsolni a gyermek Mózes lelkét a mennyel. Igyekezett szívébe ültetni az Isten iránti szeretetet és hűséget, és munkáját hűen elvégezte. Mózest semmi későbbi befolyás sem tudta rábírni arra, hogy megtagadja az igazság alapelveit, amelyek édesanyja tanításainak és élete feladatainak terhét rakták rá. Minden édesanyához lenne egy kérdésem. Ha naponta 3-4-5 is táplálják gyermeküket fizikailag, gondoskodnak nekik tiszta ruháról, cipőről, odafigyelnek, hogy esik az eső, most mit kell felvenni? A kérdésem, lelkileg mennyi időt foglalkoznak velük? Mennyire táplálják, erősítik kicsi lelki világukat?
Van-e idejük, hogy összekössék a mennyel a kis lelküket, mint Jókébet tettem Mózessel? Tanítsák-e imádkozni őket, hogy van-e szerető Istenünk, akitől, ha hittel kérünk Jézus nevében segítséget, ő meghallgat minket, ő benne bízhatunk. Ő egy erő, hogy ne csüggedjünk el soha. Hány betegtől, felnőtt betegtől hallom, Katalin, mi nem tanultunk imádkozni, mi nem tanultunk semmit. Miért van annyi depressziós? Miért van annyi súlyos beteg, kicsi gyermek már? Miért nem hallottam én gyerekkoromban autista gyermekről? Más sem hallott. Ennek az előadásnak a Boldog Gyermekkor címet adtam, akkor, amikor annyi fájdalmas arcú gyermeket látok a családokban. Én sok magányos gyermekkel találkozom. Nincs, aki meghallgassa őket. Szomorú tapasztalataim vannak. Sok olyan gyermeké közöttünk, akiken keresztül a szülők a maguk régi álmait kívánják beteljesedve látni, és ezt hajtsák bennük. Valami kis vágy van a gyermekben, például sportolni, de a túlterhelést nem viseli szívesen. Minden reggel 6-ra menni edzeni, majd iskola, majd délután újból edzést, majd tanulás. Nap mint nap, és ez neki nem okoz örömöt. Felteszem a kérdést, tényleg ez a boldog gyermekkor? Vagy fordítsuk meg a kérdést, ennek a gyermeknek van gyermekkora? Több mint 10 évvel ezelőtt egy asszony rábeszélt a férjét, hogy jöjjenek el hozzám beszélgetni. Nem hozták a fiúcskát. Komoly vitáik voltak gyermekükkel kapcsolatban. És mi volt a probléma? Mert az apa naponta vitte edzésre reggel 6-ra, majd az iskolába, majd délután megint az edzésre, és ez a gyermek már érezhetően nem örömmel űzte ezt a sportot, ilyen hajtásban az iskola mellett. Minden érv, minden beszélgetés, minden szó teljesen hiába való volt. Az apa hajthatatlan maradt. Sokszor azt tapasztalom, hogy a gyermeket azért iratják ilyen-olyan-olyan szakkörre is mindenhova, hogy az anya vagy az apa minden délután legyen hova menjen, mert ő sem szeret otthon lenni. És ez nekem nagyon szomorú. Jó pár éve egy délután váratlanul becsengetett egy magas fiatalember. Szinte megijedtem tőle. Egy ideg roncs arcot láttam. Sajnos rögtön agyamba vágott mindkét szomszédasszonyom állandó figyelmeztetéseit. Nekem azt mondták, te mindenkit beengedsz, aztán ki tudja ki milyen gondolatokkal van, majd egyszer megjárod. De beengedtem a fiatalembert, fogadtam az irodámban, és szinte dőlt belőle a fájdalom, az elkeseredettség. A történet ez. Az édesanyja nagyon szeretett volna tanulni, hegedülni, hegedűművész lenni. Erre nem volt lehetősége. Neki van egy öccse, és mind a kettőjüknek, mikor már 4-5 évesek voltak, volt kicsi hegedűjük, aztán nagyobb és mindig nagyobb. Tanulni kellett hegedülni, és otthon is játszani, ha akartak, ha nem, mikor az édesanyának olyan kedve volt. Majd a szülők elváltak, az édesanyja talált új párt, a fiúk felnőttek, mind a kettőnek Pesten külön-külön lakást vett az anya, és magukra hagyta őket. Ez a fiatalember elmondta, hogy most is az öccse idegosztályon van, és pár nap múlva hazaviszi ő hozzá, mert sajnálja, hogy magára hagyja az ő saját lakásába. A Jóisten ajándéka a gyermek. És Ellen Goldbájt által tanítva vagyunk, hogy a szülő nem nevelheti magának a gyermekét. Ez a gyermek felnő, és egy individuál, egy különálló egyéniség lesz. És úgy kell irányítani, nevelni életét, helyes mederbe irányítva, de meghagyva azt, hogy azt tegye, amit ő szeret, ami helyes, természetesen csak akkor.
De önkény uralomban neveli sok szülő a gyermekét. Sok példát tudnák hozni, több mint 20 év alatt eleget hallgattam, hogy micsoda családi háborúk vannak azért. Igaz, hogy a gyermek jól viselkedik, dolgozik, de nem azt, amit a szülő kívánt. És milyen gondja ez neki? Kedves szülők, boldog ez a gyermek? Én nagyon sajnálom ezeket a fiatalokat, és később felnőtteket is. Sok mindent fizikailag megkaptak életükben, de a leglényegesebbet nem. A szeretetet, a szívbeli törődést, az istenhitet, a simogatást, lelki dolgokat nem kaptak. Mikor boldog egy család? Mikor boldog egy gyermek? Amikor együtt van a szülőkkel, ha így lett kisikortól szoktatva. Mikor 1980-ban voltam először úgymondván Nyugat-Németországban, meglepődve láttam mindenkinek külön szobája, minden szobában külön tévé, és akkor is így megkérdeztem magamtól, ez család? Milyen jó volt az édesanyám még Erdélybe hozott kihúzós ágyában még 10 éves korban is oda bújni mellé. A család együtt jelent. Együtt lenni. Szeretni egymást, törődni egymással, gondolni egymásra. Csak ilyen családban felnőtt gyerekek tudnak boldogok lenni. És a szülő is csak ekkor boldog, ha igazán szülőnek érzi magát. Aki tudja, hogy van mit megköszönnie, csak az tud boldog lenni. Nálunk minden reggel így kezdődött a nap, és ma is így van. Minden reggel megköszönöm a Jóistennek. Ebben sokszor fűrészelt lábomban is, lábamra tudok kelni, tudom végezni a munkámat. Hogy egy súlyos betegsége ide került férjem is. Jól van. Olvasunk, énekelünk, imádkozunk. Minden este megköszönjük a Jóistennek, hogy adott erőt elvégezni mindazt, amit szükséges volt. Hálás szív tud boldog lenni csak. Mutatunk ilyen példát a gyermekeinknek? Vagy ma már szinte ritkaság számba megy, hogy valaki azt mondja, hogy köszönöm embertársának is. Csak úgy elfogadni mindent. Megköszönni Istennek, megköszönni embertársainak, de aki embertársának nem köszön meg, az a jó Istennek sem köszön meg semmit. Én kérem önöket, kedves anyukák, kedves apukák, már volt erről a brazil képeslapról szó, de most befejezésül megint elmondom. Boldogságunk nem attól függ, ami körülöttünk van, hanem ami bennünk van. Nem attól függ, amink van, hanem amik vagyunk. Kérem, neveljék úgy gyermekeiket örömmel. Önök is, hogy a gyermek is boldog gyermek legyen, és majd egykor, ha még Isten ad időt, boldog felnőtt is. Mit mond Pál apostol? De valóban nagy nyereség az Istenféle megelégedéssel. Én most is boldog embernek érzem magam, akit önöknek beszélhetek, de mikor házat építettem, és alig volt mit tegyek, és hidegbe feküdtem le, én akkor is boldog ember, és megelégedett ember voltam. Örültem annak, ami van. És megköszöntem a Jóistennek. Nem vagyok senki terhén, betegen sem, nyomorékon sem. Kérem, gondolkodjanak el. Biztosítsanak boldog gyermekkort, lelkileg a gyermekeiknek, mert a fizikai örökség, adás csak ezután jöhetne szóba. Remélem, hogy elgondolkoznak a hallottakon. Köszönöm a Jóistennek mindezt. Amen.